Tisztelt nézőink, új sorozatot indítunk el, a bibliai etikáról fogunk beszélni, és az előadás sorozat előtt előadónkat kértük, hogy néhány szóban tájékoztasson a tárgyáról és a tárgyával kapcsolatos kérdésekről. Mankó Zsuzsával ülök itt szemben, aki a Boldogság törvénye bibliai etika című könyvet szerezte. Először 1971-ben jelent meg, még nem könyvformátumban, hanem jegyzetként. Aztán 1992-ben másodszor, és legutóbb pedig a kolozsvári védés után, a 2000. év után jelent meg harmadszor. Manapság etikáról, erkölcsről beszélnek az emberek, de talán mintha azt látnám, hogy a hétköznapokban inkább az udvariassági rendszabályokról beszélnek, a jó fellépésről, a sikeres megjelenésről, valamilyen cég képviseletéről, szóval az etiketről. Hát induljunk el az etiketből, az etika felé. Mi a kettő között a különbség? Mi az, hogy etikett, és mi az, hogy etika? Hát nagyon egyszerűen talán úgy lehetne mondani, hogy az etikában a kritikus kérdés éppen a végső alapelvek. Az etikett az pedig egy örökös alkalmazkodás, mégpedig éppen az önérdek szempontja szerint, ami anélkül is, hogy mélyebben belemennénk az etikai kérdésekben, a kérdésekbe azért, hogy így mondjam, széllel szembe látszik, hogy azért nagyon alacsony rendű indíték etikailag. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért az etikából következik az etikett, de az etikett mögött nem biztos, hogy áll etika. Így van, pontosan így van, és más, természetesen más természetű etikett jön a végső alapelvekből. Tehát akkor azt is mondhatnánk, hogy etikett és etikett között is különbség van. Van egy jól megjátszott etikett, ami mögött sokszor nincs tartalom, de vajon az etikából milyen etikett következik? Az igazi etikából milyen etikett következik? Hát úgy gondolom, hogy nem a körülményekhez alkalmazkodó kompromisszumos magatartás, hanem mindig egy alapelvből származó magatartás, ami akkor is érvényes, hogyha esetleg az ember önérdek ellen szól. Tehát tulajdonképpen akkor az etikából következő etikett az egy bizonyos fajta bátorságot is feltételez, mert úgy kell vállalni magamat a világ előtt, ahogy éppen mondjuk a világ nem akarja, hogy én így viselkedjem. Pontosan így van igazából, majd látni fogjuk az első témánál mindjárt, hogy valahol az igazság mégpedig nem valamilyen elvont, hanem egy gyakorlati igazságnak a kérdése az megkerülhetetlen, ha érdemben etikáról akarunk beszélni. Az pedig nem ismer kompromisszumot, hanem elvi következetességet kíván. Vajon abban, aki könyvet írt az etikáról, fölmerült az a kérdés, hogy az emberek miért csak az etikett iránt érdeklődnek, mondjuk, és miért nem érdeklődnek mélyebben az etika iránt? Hát azt tudom talán mondani, hogy egy posztmodern korszak gyermekei vagyunk, amikor az embereket nagyon sokféle eszméből való kiábrándulás jellemzi, és csalódottság. Tehát eleve egy bizalmatlanság van, hogy létezik-e egy értékes és gyakorlatilag hasznosítható etika. Tehát én úgy gondolom, hogy ez már eleve egy megalkuvás. És hogy így mondjam, egy etikai igazság létezésének vagy keresésének a feladása, hogy az emberek csak az etikett szintjén foglalkoznak etikai kérdésekkel. Etikai kérdésekkel úgy mélyebben az emberek hol találkoznak? A családban először, vagy a társas érintkezésekben, vagy föl lehet-e vázolni ennek az útját, hogy az ember mikor döbben rá mondjuk az etikának az alap törvényeire? Hát én attól félek, hogy sok ember sose döbben rá, mert az a szomorú ma, hogy a gondolkodás kultúrája is kezd kiveszni. Szóval az ember csak ösztönlényként viselkedik, és alkalmazkodik a pillanatnyi helyzetekhez. Tehát, hogy etikával egyáltalán foglalkozik az ember, ahhoz a gondolkodás kultúrájának is létezni kell. Nagyon igazat adok Teller Edének, aki így fogalmazott nem sokkal a halála előtt, hogy az emberiség általános elbutulásától tartok. Én attól félek, hogy ennek a folyamatában már benne is vagyunk. Ugye ennek az okait
hát sokféleképpen mélyebben is lehet föltárni, de ha csak, hogy így mondjam, mi nagyon kapásból felszínesen mondunk valamit, akkor hát azt minden esetre megállapíthatjuk, hogy ma az emberek főleg vizuális információkat vesznek föl, és a rengeteget, feldolgozhatatlanul sokat. Olvasni már csak felszínes irodalmat olvasnak többnyire a túlfeszítettség miatt, és egyszerűen elvész a gondolkodás kultúrája. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs rá szükség, és nem lenne rá égető szükség. Most tulajdonképpen a gondolkodás kultúrát mi kezdi el az emberben elindítani? Mert lehetséges, hogy éppen valami bántás, valami sértés, amikor az ember nem azt kapja, amit várt, vagy amire vágyakozik, és akkor elkezd azon gondolkodni, hogy a másik ember miért ütött meg, vagy a másik miért ilyen gonosz velem. Tehát azért itt kölcsönös a viszony a gondolkodás kultúra és az etikai kérdések között, mert a gondolkozás kultúra sokszor kimondottan a legegyszerűbb és a legmélyebb etikai konfliktusokból indul el. Tehát így mondjuk bizalmunk lehet, mert amennyire sok a világban a rossz, amire az emberek nem vágyakoznak azért szívük mélyéből, azért ez úgy indíthatja el a gondolkodás, hogy miért adják azt nekem az emberek, amit én nem várok, vagy én nem ezt kívánom magamnak. Tehát azért lehetünk derülátók itt, hogy a gondolkodás kultúra, ha nem is a megszokott vágányon, de hogy úgy mondjam, a nulla pontról, mint a gejzér fog előtörni az emberekben. Nem feltételezhetjük ezt? Hát természetesen nem azt akartam mondani az előbbiekkel, hogy már senki sem gondolkozik, vagy nem jut el az etikai kérdésekig. Talán így mondhatnám, hogy kicsordult a keserűség amiatt, hogy mennyire szorul háttérbe a gondolkodás kultúrája, és hogy ez egy növekvő tendencia. De természetesen azért hála Istennek vannak emberek, akik gondolkoznak, és olyanok is, akiket éppen ez az általános helyzet még jobban ösztönöz a keresésre és a gondolkodásra. Én úgy gondolom, hogy valóban sokszor szenvedés vagy tragédia indítja el az emberben az etikai gondolkodást, de ez nem csak az lehet, hogy másoktól sérelmeket szenved, vagy emberi konfliktusai vannak másokkal, de az emelkedettebb és érzékenyebb lelkek az önmagukban rejlő konfliktusból is elindulhatnak az etikai kérdések felé, sőt, végül ezt fogják a legsúlyosabbnak találni, hogy az ember önmagával sincs egységben. Hogy én miért adok rosszat? Igen, tehát persze csak úgy próbál az ember kapaszkodni és önmagát is vigasztalni, hogy talán a gondolkodás kultúra bármennyire is leépül, mert a vizuális kultúra kiszorítja az olvasás kultúrát, és a többi, de az ember nem tud meglenni azért gondolkodás nélkül. Az ember tulajdonképpen azért gondolkodó lény, és szinte minden pillanatban valami gondolat jön, megy az agyában. Igen, persze, hát ugye Pascal juthat eszünkbe, hogy az ember a gondolkodó nátszál, és hogy hát ez az emberi lényekhez tartozik, úgyhogy azért teljesen elpusztítani nyilván nem lehet a gondolkodás képességét, és az az ideális, hogyha az ember a tényleg az etikai témák felé is fordul. Mert azért, még ha létezik is a gondolkodás kultúrája, nagyon sok felé irányulhat a gondolkodásunk, és nagyon sok felé kereshetjük a bölcsek kövét, de könnyen rájön az ember, hogy a dolgok gyökere éppen az etikai problémákban van. Tehát mondjuk foglalkozunk a történelem filozófiával, és rengeteg megoldhatatlan kérdést bogozunk, vagy foglalkozunk mondjuk szociális kérdésekkel, társadalmi kérdésekkel. Ha mélyen gondolkodunk, azért elég hamar oda jutunk, hogy valahol az etikai kérdések a dolgok vége. Még akár a közgazdaságtanban is. Igen, tehát tulajdonképpen minden emberi kérdés erre vezethető vissza, az etikai kérdésekre. Én is úgy látom, hogy körbenézek a világban, hogy túl sokat foglalkozik ma a gondolkodás a társadalmi kérdésekkel, mint hogyha könnyebb lenne megoldani a problémákat összességükben, holott csak egyszerűbb lenne azt a személyi problémaként fölvetni, nem? Tehát valahogy a társadalmi kérdések megoldása szinte kiszorítja az egyéni felelősség vagy az egyéni etikának különböző területeit,
és ilyen szempontból biztos, hogy hangsúly eltolódás áll be. Vagy nem mondhatjuk azt, hogy talán egy régi fajta gondolkodással szemben, ami egy módszeres gondolkodás volt, hogy egy okokozati gondolkodás, egy diszkurzív gondolkodás, hogy felvetünk kérdéseket, oldjuk meg, akkor abból következik egy újabb, és mehetünk tovább. Hogy minthogyha ez lenne romokban, tehát hogy a régi nevelési rendszer, a régi iskolázási rendszer, a régi társadalmi közmegegyezési rendszer, és valami egészen új szint a lábvilágon felépülő gondolkodás és életforma lenne keletkezőben, mondhatjuk ezt vajon? Hát én azt hiszem, hogy valahol ez is a lényegre tapint, én nagyon kedvelem Jézus egyik mondását a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. Érdekes, hogy kétszer mondta mind a kettőt, igen, igen, nem, nem, ami azt jelenti, hogy egy világos és határozott igen, és egy világos határozott nem, és ami ezen felül van, az a gonosztól van, mondta, vagy ami ezen kívül van, tehát ami keveri a kettőt. És tehát ez az ok-okozati összefüggésben gondolkozás, világos igenekben és nemekben gondolkodás, eznek a kultúrája tényleg kiveszőben van. Érdekes, hogy a mai nyelvünkben mennyi új szó keletkezett például arra a jelenségre, hogy az emberek keverik a kettőt, az igent és a nemet. Tehát van irodalom, van rengeteg tudományos mű, most bocsánat, nem a szép irodalomra utalok, hanem egyáltalán különböző elemző művekre, és úgy tűnik, hogy nagyon is virul a gondolkodás kultúrája, mert hát rengeteg elemző művet adnak ki, de ha az ember jobban megnézi, nem lesz világosabb sokszor ezektől. Szoktam mondani a könyvtárosainknak, hogy amikor könyvet gyűjtötök a főiskolán könyvtárának, akkor nagyon nézzétek meg, csak bocsánat, ezt a saját kifejezésemet használom, csak ilyen tudományos sóderrel tele könyveket ne szerezzünk be, ami tele van szakkifejezésekkel, és ollóz mindenhonnét, de egyetlen világos gondolatot, rendező elvet nem talál az ember, és nincs egy végeredménye, és nincs egy gyakorlati hasznosíthatósága. Tehát az előbb utaltam rá, hogy milyen kifejezések születtek a magyar nyelvünkben, mondjuk például ködösítés, csúsztatás, csomagolás. Tehát ez azt mutatja, hogy van beszéd, van magyarázat, látszólag van gondolkodás, de ez nem hat a végső alapokig, nem tisztáz ki semmit, és nem hoz gyümölcsöző eredményt. Ahogy így ezeket a szavakat hallgatom, akkor azt látom, hogy aki ma komolyan etikával foglalkozik, az egyrészt egy gondolkodáskultúrát is helyre kell, hogy tegyen, egy beszédkultúrát is helyre kell, hogy tegyen, meg hát bizonyos bátorsággal képviselnie kell talán azokat az erkölcsi alapeszméit, amelyeket a környezete vagy a világ nem képvisel. Nem szélmalom harc ez a mai világban? Hát azért talán örömmel mondom, hogy nem. Én ugyan nem vagyok egy nagy pódiumokra föllépő előadó, a főiskolai tanítványokról tudok beszélni, de ott azért nagyon sokat hallom vissza azt, hogy például ilyen mondatokat, hogy én itt tanultam meg gondolkodni olyanoktól, akik másoddiplomások vagy harmaddiplomások, és így jönnek a főiskolára. Van, aki így fogalmaz, hogy hát az etika tantárgy által, vagy az, meg az antropológiai részt által rendező elvet kaptam az életemhez, azóta minden a helyén van, világosan helyre kerül. Tehát nem gondolom azt, hogy ez gyümölcstelen. Ugye Jézus mondott ilyet, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg, szóval akiknek van fülük, azért meghallják, és akikhez eljut, ugye ez egy másik nehéz kérdés, hogy az embernek természetesen vágya az, hogy eljusson, ha egyszer azt látja, hogy tényleg valami valódi értékről van szó, és egy tényleges segítségről az emberi élet számára. Hogy fogja áthatni ez a világot, mint egy jó kovász, ez a fajta gondolkodás, ez a fajta erkölcs? Inkább erre kérdeznék rá, hogy milyen útjait láthatjuk ennek, hogy ez azért növekedni fog, terjedni fog, vagy meg kell várnunk egy mély pontot, amikor az ember mindenről beismeri, hogy már ez is használhatatlan, az is használhatatlan, és lesz majd egy őszinte vágy arra, hogy most valami tényleg használhatóhoz forduljunk, és talán akkor keletkezik egy olyan vákum, amit betölthet majd ez a fajta gondolkodás, és akkor talán majd nem csak egy pár száz ember, aki hát a főiskolára jár, hanem talán ezrek, tízezrek is érdeklődni fognak, vagy ehhez kell egy kataklizma, egy megrendülés, egy nagy szenvedés, vagy valami nagy világégés?
Hogyan láthatjuk ezt ma? Igen. Hát az előbb egy kicsit pesszimista voltam, ugye, amikor azt mondtam, hogy az emberiség elbutulásának a folyamatában már is benne vagyunk, meg hogy szinte kivész a gondolkodás kultúrája, de most optimizmusról szeretnék azért bizonyságot tenni. Nem, sajnos nem bízom abban, és majd éppen az etika világossá teszi, hogy globális méretekben győzelmessé lesz az etika, ami úgy gondolom, hogy tényleg a valóság törvénye és tényleg a problémák megoldása, de abban viszont optimista módon hiszek, hogy kis erecskéken és mustármagnyi kis kezdetekből éppen az igazság erejénél fogva, az igazság tartalmánál fogva, ami csak bemegy egyes emberek tudatába vagy köztudatba, az azért végzi a maga munkáját, és mint a jó kovász erjeszt. Tehát ebben azért feltétlenül bízom, ami pedig azt illeti, hogy valami nagyobb kataklizma kell, lehet, hogy lesznek még nagyobb, sőt biztos tendenciákból erre lehet következtetni, még súlyosabb helyzetek és problémák az emberiség történelmében, vagy akár a mi kortárs nemzedékünkben, amelyek még jobban gondolkodásra késztetnek, de másrészt úgy gondolom már ma is van éppen elég. Szóval épp elég olyan ösztönző van, hogy az ember keressen és igaz forrásokat találjon a megkerülhetetlen problémák megoldásához. Olyan, aki úgy foglalkozik etikával, erkölcstannal, hogy ezt nem csak hogy keresztény, de bibliai alapokra is akarja helyezni, és ezzel már ugye több évtizede, hogy foglalkozol, nem jutott az eszedbe, hogy amit Bulányi György említett egyik nyilatkozatában, hogy a világ ma sósabb, mint az egyház, aminek a sónak kellene lennie. Hogy lehetne ezt erőteljesebben átvinni a világba? Nem emberi erőszakról beszélek természetesen, de minden útmód megragadásáról, ami azért kötelezettsége a kereszténységnek is, hogy a világ egyfelől szomjú hozza, mert sósabb a világ, mint az, aminek a sónak kellene lennie. És ugyanakkor nagyon sok ember ehhez önhibáján kívül nem jut hozzá, és sodortatnak a hétköznapok eseményeivel, és ezért látnak csak etikettet, és nem látnak etikát, ezért viselkednek, és alkalmazkodnak, és nem gondolkodnak, és nem elvszerűen élnek. Vajon itt nincs hátrányban a mai bibliai gondolkodás és ennek a képviselete? Óriási hátrányban van. Szóval erre válaszolhatok, és ennek az az oka, hogy egyáltalán a Biblia ma tökéletesen felfedezetlen. Szóval az általános felfogás az, hogy a Biblia a keresztény hagyomány egy része, az, hogy a Bibliában egységes gondolatrendszer rejtőznék, ezt alig hiszi, vagy alig hallott valaki róla. Tehát, hogy így mondjam, a Biblia nem tényező ma, nem is sejtik emberek, hogy ebben valamit találni lehetne, valami érvényes választ a mai problémáinkra, és én úgy gondolom, hogy a bibliai etika azért is hasznos, mert ha azt mondanám, hogy most emberek, üljetek le és hallgassatok meg valamit a Bibliából, egyszerűen nincs érdeklődés, nincs bizalom. De ha az ember egyszerűen feltárja, nem a Bibliát teszi elsődlegessé, hanem szóval megmutatja, hogy például a legvégső etikai kérdésekben mit mond a Biblia, akkor lehet ez annak a kezdete, hogy az ember szeme rányílik arra, hogy azért itt valami rejlik, és az emberiség történelemben sokszor előfordul, hogy értékes dolgokat elfelejt, hosszú időre elfelejt, betemeti valami, vagy téveszméknek a homokja, vagy és akkor megint újra kell felfedezni. Szóval a Prédikátor könyve, nem véletlenül beszél, most éppen megint egy bibliai könyvet idézek, hogy visszajönnek a régi dolgok. Szóval az ember úgy billen egyik tévedés ösvényéből a másikba, és sokszor újra kell felfedezni egy-egy történelmi korszakban. Azt, amit már korábban felfedeztek, és egy adott időszakban óriási hatása volt, nem megint betemetődött. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen újra felfedezésre van szükség, és a bibliai etika útnyitó lehet ehhez, mert olyan revelációszerűen mutat meg olyan alapelveket, amik hihetetlenül egyszerűek végül, és az ember magától mégse tud rájönni. És hát, hogy jusson el ez a szélesebb köztudatba, ez egy nagyon nehéz kérdés, és óriási felelősségük van azoknak, akik felismerik ezeket.
Ezt úgy gondolom, hogy egyetlen egy etikája van ennek, hogy mindent megtenni az ismertétételéért, de ezen túl pedig, hát ezt kell mondanom, hogy az Úristen hatalmában van, mert az ember nagyon tehetetlen, és nagyon gyengék a lehetőségei önmagában, de abban lehet bízni, még egyszer mondom, hogy ami magában hordozza az igazság magvát, abban csak élet van, és az csak utat tör magának mindenképpen, még akkor is, ha szerény a képviselete, vagy szerények a lehetőségei arra, hogy terjedjen. Hát hadd fejezzük be ezt a rövid beszélgetést azzal, hogy aki ilyen hosszú időn keresztül, és hát módszeresen foglalkozik a bibliai erkölcs kérdéseivel, úgy személyesen melyek voltak a legnagyobb felfedezések ezen a több évtizedes úton, amit most már az 1971-es első megjelenés óta átéltél? Emlékszem, egyszer Svájcban tartottam előadásokat, és a könyvedből alkalmaztam azt a fejezetet, ami az Isten törvényéhez való négy lehetséges viszony a Biblia alapján, hogy vannak emberek, akik törvényt nem ismerő emberek, törvény nélküli emberek, ugye ezek mind bibliai fogalmak. Vannak emberek, akik törvénytaposók, akik ismerik a törvényt, de nem akarnak a szerint élni. Van egy nagyon nehéz kategória a könyvedben is, nagyon részletesen beszélsz erről, a törvény alattiság kategóriája, akik látszatra megismerték és el is fogadták Isten törvényét, de mégiscsak valami miatt azért a szívük legbelsejében nem fogadták, és ezért megjátsszák a vallásosat, ugye a farizeusság kérdése. És van a negyedik kategória, a Krisztus törvényében való élet is. Hogy elmondtam ezt, nekünk ugye itt Magyarországon ez szinte evidencia, akik tanultunk ebből a könyvből, és már másutt is beszéltünk róla, hogy Svájcban egy teológus is ott ült, és külföldre származott magyar teológus volt, tehát nem kellett neki fordítani, ő pontosan megértette ezeket magyarul, és az előadás után hozzám jött, és azt mondta, hogy nagyon érdekesek ezek a kategóriák. Én a Bibliával foglalkozom 30 évet, de még soha nem gondoltam erre. És úgy olyan megdöbbenten hallottam ezt, mert hiszen ezek bibliai fogalmak, és nekünk mondom természetes ez, és azt mondta, hogy ez egy nagyon újszerű, ezt sehol a szakirodalomban nem olvastam. Hát ez is egy kis visszajelzés, hogy azért az a könyv 71 óta, mint jegyzet, 92 óta, mint könyv, ami itt van a kezemben, ez volt a rendszerváltás utáni első kiadása, már legális kiadás, addig illegálisan forgott, és aztán már dúsítva az etika antropológiával végül 2003-ban jelent meg a legutóbbi kiadás, amit te Kolozsváron meg is védtél, ott a református egyetemen volt a PhD védés. Tehát évtizedek állnak mögötte. Tudom, hogy több mindennel foglalkoztál eközben, de azért megmaradt az eredeti nagy szerelem, az etika, hogy eközben úgy személyesen mit köszönhetsz a tantárgyadnak és ennek a fajta irányultságnak a gondolkodásodban? Hát talán azt mondhatom, hogy ugye az évtizedek próbája is annak, hogy valami valóságos sikerült-e találni, és úgy gondolom, hogy nem kellett felülbírálni, hogy azokat a tételeket, de éppen azért nem, mert nem a saját fejemből származnak. Ugye majd fogok szólni arról, hogy ezek a bibliai eszmerendszernek egyszerűen csak a kiemelése vagy a felépítése. De ennek a próbája természetesen a gyakorlat, és ez mindenképpen helytállónak, mindinkább helytállónak bizonyult az évek során. Mondjuk az ember saját magán teszteli a legjobban, és azt kell mondanom, hogy saját életemben is azt láttam, hogy mennyire kimutat, milyen érzékenyen kimutat ez az etikai rendszer minden elhajlást, és milyen komolyan neveli az embert, hogy megállás nélkül mindinkább igazedjék, mindinkább haladjon előre abban, hogy összhangba kerüljön ezekkel az elvekkel. Tehát érzékeny lelkiismeretet szül, és érzékeny gondolkodást, hogyha ezeket az alapelveket az ember komolyan veszi. Ami pedig hát elhangzott, hogy felfedezik emberek, ez tényleg nekem is öröm.
nem is tudom pontosan, talán 2005-ben angolul is megjelent ez a könyv, és ez is hat. Remélem, hogy majd mindig szélesebb körben. Például kaptam egy levelet Amerikából, néhány rövid sort írt valaki, és azt írta, hogy alaposan áttanulmányoztuk, nagyra értékeltük, és sok-sok példányt rendeltünk belőle, hogy minden barátunkat ellássuk. Ezek természetesen örömök, és hát én bízom benne, hogy még majd nem lappang ez csak úgy észrevétlenül könyvtárakban itt és ott, hanem majd, mint a kovász, dolgozni fog. Köszönöm szépen a beszélgetést, és ezzel megkezdjük sorozatunkat. A mai alkalommal az első előadás kerül sorra, és utána hetenként jelentkezünk a Boldogság törvénye bibliai etika című műsorunkkal.